Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Úgy alapjáratban az ember azt gondolná, hogy egy közgyűlés, legyen az akár a fővárosi közgyűlés is, hát rém unalmas lehet. Ott előterjesztések vannak, aztán szavaznak, aztán vitáznak szakmai alapon. De hát a fővárosi közgyűlésben már többször csalódtunk, már hogy a nézetünk az nem jött be, hogy egy közgyűlés csak unalmas lehet, vagy az elképzelésünk, mert hogy egészen izgalmas percek is voltak már többször a fővárosi közgyűlés életében. A tegnap történtekre én nem azt a kifejezést használnám, hogy izgalmas, de inkább önökre bízom, hogy önök milyen kifejezést használnának rá. Na, minden esetre az történt, hogy amikor G. Németh Erzsébet azt firtatta, hogy mi van a BKV helyzetével, akkor azt kopta, hogy úgy néz ki, mint egy áruházi, vagy arra emlékezteti Tarlós István, mint hogy ő olyan, mint egy áruházi részlegvezető. Meg azt is mondta, hogy nekem itt ne ötévezzen, ne nyugtasson engem, mint nevelőnő a visszamaradott tanítványát. Na, erre jött a DK mai közleménye, ami sok minden más mellett azt tartalmazza, hogy Tarlós István egy tahó, sőt neveletlen, faragatlan, bunkóként viselkedett, írja a Demokratikus Koalíció. G. Németh Erzsébet a vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Én láttam is ezt a részletet, de az előzményt nem. Tehát mivel húzta ki ennyire a gyufát, vagy mi volt ez a parázsvita, vagy volt egyáltalán, hogy egyszer csak áruházi részlegvezetőnő lett? Akkor, amikor arról volt szó, hogy a Dagály Strandot ingyen átadja a BKV-nak az adósságát vállalása fejében a fővárosi önkormányzat, az államnak, igen, tehát átadja a fővárosi önkormányzat az államnak, akkor én megkérdeztem, hogy az a 24 milliárd forint, ami benne van az ezévi költségvetésében az országnak, az megérkezette már. Erre igazából nem adott egyenes választ. Vagy a városba, bocsánat. Igen. Nem adott erre egyenes választ a főpolgármester úr, hanem csak annyit mondott, hogy hát őt úgy tájékoztatták, hogy ezt már megkapta a város. Hát megmondom őszintén, ezen is egy kicsit úgy meglepődtem. Aztán utána, amikor kiderült, hogy a főváros fogja meghitelezni a 3-as metrónak a metró alagút sínek felújítására a 125 milliárd forintból a tervezésre lévő 2 milliárdot, akkor visszakérdeztem, hogy ez persze rendben van, főpolgármester, hogy az állam ezt nem adja nekünk oda, de hát akkor azt a 24 milliárd forintot, ha azt már megkaptuk, akkor abból ugye vissza fogja kapni a város azt a 13-at, amit egyébként mi a múltkori közgyűlésen a BKV-nak odaadtunk. Na és akkor ezután szabadult el a pokol. De ön ezt így csúnyán mondta, vagy indulatosan mondta, hogy mit csinált? Nem. Én nagyon ügyelek arra, és nagyon vigyázok arra, bármennyire is nehéz időnként megállni, hogy az ember urinő maradjon. De én azt gondolom, hogy aki politikus, aki politikával foglalkozik, az nem engedheti meg magának, hogy elszakadjon nála a célnak. Na, amikor én ezeket elmondtam, akkor főpolgármester úrból kitört ez a fajta hangulat és stílus, és hosszú perceken keresztül sorolta, hogy ő minek tart engem, minek tartja az én pártomat, minek tartja az elmúlt 20 éves tevékenységünket, tehát ott minden volt. És hát utána próbáltam én ez, amire ugye utalt itt a főpolgármester, hogy nyugtatgatni őt, szó szerint láttam, hogy majdnem eldurran az agya, tehát kifejezetten vörös volt a feje, és hát elég emelt hangon kiabált. Megmondom őszintén, azóta átgondolva négyszer a dolgot, hát eléggé erősen kellett fegyelmeznem magam, hogy nehogy megkérdezzem a főpolgármester urat, hogy esetleg számíthatok-e arra, hogy majd feláll, odajön, leveri a szemüvegemet, és még esetleg azt is megtapossa, mert ugye már ilyen mondatokat is hallottak tőle. Hogy ilyen cselekedetet. Nem, mondatokat mondott ő még polgármester korában, ugye Óbudán. Ja, hogy értett, emlékszik, az persze, óbudai megjegyzésére, igen. Igazából nem tudom, hogy miért szakadt el nála ennyire a cérna. Én azt látom, hogy nagyon nincs jó állapotban a főpolgármester. Ugye ez az a hét az, meg a múlt hét, amikor végig turnézte a magyar sajtót azzal, hogy hát mennyire probléma van a BKV finanszírozása, az állam mennyire nem teljesíti a kötelezettségét, illetve hát az is kiderült, hogy most már megnevezte azt az embert, aki szerintem minden rossznak az okozója, Lázár János kancellária miniszter személyében. És szerintem arról szól a történet, hogy egyszerűen szembesülnie kellett azzal, hogy a kormány cserbehagyta őt, Orbán Viktor cserbehagyta őt, illetve a Fidesz cserbehagyta őt. Ez így is lenne, hogyha Tarlós István ezt érezné, vagy ezzel szembesült volna, akkor miért ön kapta ezeket a jelzőket?
Hát ugye én vagyok az új hús, idézőjelben az új szereplő a dologban. Én az előző ciklusban nem voltam képviselő a fővárosi önkormányzatban. Mi most ebben a ciklusban kezdtünk el úgy dolgozni, hogy van a főpolgármester, akit ugye most a másodszorra megválasztottak, és én viszont visszakerültem a közgyűlésbe. És azt gondolom, hogy az a fajta nagyon következes, tényleg szakmai alapon megfogalmazott kritika, vélemény, amit én ott elmondok, az egyszerűen önálló eléri az inger küszöböt, és egyszerűen nem hajlandó elfogadni és eltűrni. Mindenről lehet vitázni, de ezek nem viták. Egyetlen mi az, hogy áruházi részlegvezető? Tehát... Fogalmam sincs. Én nem tudom, hogy mire gondolt. Ha ő ezt sértésnek most... szánta, akkor azt gondolom, hogy azokat az embereket sértette meg, akik áruházi részlegvezetőként dolgoznak. De nem hogy is értem, hogy ez miért egy sértő dolog. Tehát nem hiszem, hogy bókolni akart ezzel önnek, akkor pedig minden áruházi részlegvezető nevében ki lehet kérni ezt a hangnemet, mert hogy tehát miért? Tehát miért mondunk ilyen kifejezéseket, ilyen jelzőket egyetem? Hogy ragadunk ki bárkit az emberek közül, most hölgyek vagy urak, teljesen mindegy, hogy ők valami, tehát ahol ők dolgoznak, az valamilyen ilyen dehonestáló dolog, tehát a foglalkozásuk révén bélyegezzük meg őket, és azokat, akit sérteketni akarunk, ezt nem értem. Igen, én azt gondolom, hogy ő azt hiszi ilyenkor, hogy nagyon szellemes, hogy így válaszol valakinek. Érdemben nem azt cáfolta, amit én mondtam, hanem sértegetni próbált, és hát így sikerült ez a sértegetés. Sajnos még egyszer nem volt már módom hozzászólni, illetve viszont válaszolni neki, mert ugye egy képviselő csak kétszer szólalhat meg egy-egy napirend kapcsán, és hát ilyenkor ugye főleg mi ellenzéki képviselők a harcosabbak, kerülünk abba a helyzetbe, hogy hát eltűrjük és elhallgatjuk azt, amit ott a főpolgármester úr mond. Ha tehette volna, mit mondott volna? Hát azt gondolom, most így utólag visszagondolva, hogy kikértem volna magamnak ezt a hangnemet a áruházi részlegvezetők nevében is, illetve talán megkérdeztem volna a főpolgármestert, hogyha ennyire rossz ideg állapotban van, akkor nem gondolkodik el azon, hogy vagy egy kicsit hosszabb időre szabadságra megy, vagy pedig akár feláll ebből a székből. Tehát azt nagyon pontosan kell látni a tévénézőknek is, hogy belőle szerintem ezt a viselkedést, mondjuk én nem ismerem őt annyira közelről, az hozhatja ki, hogy nincs erre az évre még mindig megoldva a BKV finanszírozása, nincs arról szó, hogy egy hosszú távú BKV finanszírozás meg lenne oldva, látszik, hogy folyamatosan akár jobboldali sajtóorgánumokban is támadja a saját kormányát, most már néven nevezi a minisztert, aki ugye szerinte akadályozza ezt az ügyet. Lázár János. És szerintem ettől ő egy ilyen nagyon frusztrált, nagyon rossz ideg állapotba került. Amit ha emberi oldalát nézem, akkor akár még el is tudok fogadni, vagy meg is tudok érteni. De ő ott abban a székben nem egy magánember, ő ennek a városnak a megválasztott vezetője, és azt gondolom, hogy neki ilyenfajta szakmai kritikákat bírnia kell, tűrnie kell. Hogy miért pont ön kapta ezeket a viszont válaszol, nyilván nem mentesít senkit a stílus miatt, de hát azért adott magyarázatot Tarlós István is, illetve Kocsis Máté is, mert hogy például Kocsis Máté azt mondta, hogy vérlázító provokálás az, amit ön művel ott a fővárosi közgyűlésben, mert hogy azt lapátolja el most a fideszes városvezetés, amit önök ottan összelapátoltak, és azt kell most onnan elvinni azt a kupacot, tehát az előző városvezetés az oka annak, hogy a BKV ilyen rossz állapotba került, tehát hogyha valakinek, akkor önnek, mint az előző városvezetés tagjának, akkor nem lenne joga, vagy tehát nem kellene így kritizálnia, hiszen ön is hibáztatható. Természetesen én azt, amit 2015 történt ebben a városban, azt abszolút vállalom. Csak azon kell elgondolkodni, és talán az előző ciklusában a főpolgármester úrnak, meg Kocsis Máténak, ez még egy nagyon jó érv lehetett volna. De könyörgöm, 5,5 év telt el azóta. Tehát akkor, amikor ugyanolyan színű a kormányzat, kétharmados többsége volt az előző ciklusban a Fidesznek, ugyanolyan színű a fővárosi önkormányzat, a főpolgármester is fideszes, illetve a kerületi polgármesterek is a döntő többségük fideszes, akkor nem lehet 5,5 év után még mindig azt mondani, hogy kérem szépen azért nincs meg a BKV hosszú távú finanszírozása, mert maguk 2010 előtt ezt csinálták. Igen, de erre azt mondják, hogy őnekik 20 évet kell most elsikálniuk és rendbe tenniük, az meg nem biztos, hogy 5,5 év alatt sikerül. Ez sem igaz. 98 és 2002 között, akkor, amikor az Orbán kormány volt, akkor két nagyon komoly intézkedést foganatosított
kezdődött az ország, vagy a Budapesttel szemben. Az egyik, hogy leállította a 4-es metrót, ez pont 4 évnyi tovább építésig időbe és költségbe került. Tehát nagyon könnyű azt mondani, hogy ők adták át a metrót, azért, mert az Orbán kormány leállította. Ha azt a 4 évet mi be tudtuk volna hozni, és 98 és 2002 között nem kell leállítani az építkezést, akkor biztos, hogy nem Tarlós István adta volna át. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy az alatt a 4 év alatt több mint 100 milliárd forintot vittek ki a városból, és nem finanszírozták a BKV-t sem. Akkor 2002 őszén, amikor a Medgyessy kormány a éves zárszámadást csinálta a parlamenti 2002-es költség, 2001-es költségvetésnél, akkor ott 32 milliárd forintos adósságát engedte el a kormány, illetve hát a parlament a BKV-nak. Tehát nem kell itt azt mondani, hogy az elmúlt 20 évben, 2010 előtt semmi nem történt a BKV-val vagy a várossal. Ők nagyon könnyen csak azt az utolsó 4-5 évet, tehát mondjuk vagy a válságtól 2008-tól kezdődő néhány évet próbálják meg itt az előző városvezetés orrára húzni, de azt gondolom, ha ők felelősen gondolkodnának, 5 év alatt a válság után meg lehetett volna oldani ezt a helyzetet. A történtek után privátban, vagy akár nyilvánosan is mondott valamit Tarlós István, hogy elnézést kért öntől? Nem. Úgysem, ahogy már volt rá példa, hogy mondjuk politikustól nem, de mint nőtől nem, igen. Nem. A közgyűlés után éppen beszélgettem az egyik kerületi polgármesterrel, ott bent még az ülésteremben, és eljött, elment mellettünk, fideszes polgármesterről van szó, tehát nem más pártiból, elment mellettünk, ránk se nézett, és egy szó nélkül így elment mellettünk. Köztünk semmiféle magánemberi kommunikáció nincsen. Hát csak köszönnek egymásnak. Hát ha találkozunk, tehát ha az a helyzet, hogy ő mondjuk úgy jön be a terembe, hogy éppen rám néz, és köszön, akkor természetesen köszönök neki. Ha ő már bent ül a pulpituson, vagy fönt ül a pulpituson, amikor én bemegyek, nyilvánvalóan nem fogok oda menni. Én azt gondolom, hogy eddig mindig megadtam a tiszteletet, minden egyes alkalommal, amikor én megkaptam tőle a szót a közgyűlés ülésén, úgy kezdtem a mondandómat, hogy köszönöm a szót, főpolgármester úr, és mondtam a mondandómat, amit kellett. De hát én azért azt gondolom, hogy ez, tehát semmiféleképpen én ezt nem válthattam ki belőle magánemberként. Az ő lelke rajta, hogy mit fog ezek után tenni. Részéről az ügy lezárva? Abszolút, tehát én nem foglalkozom ezzel. Én azt gondolom, hogy a politikában ilyeneken nem kell megsértődni, ez belefér abba a részébe, hogy van adok-kapok. Azt gondolom a mai DK-s... Belefér ebbe, hogy van adok-kapok? Igen, mert azt gondolom, ami kettőnk között történt. Tehát az én lelkiismeretem teljesen tiszta, én azt ott el is mondtam, hogy ő engem nem tud megsérteni. Tehát ez a dolog nem arról szól, hogy Tarlós István főpolgármester férfi megsértett egy Németh Erzsébet képviselőnőt. Az egyébként egy tünet, azt hiszem a fideszes férfi politikusoknál, hogy nagyon nem tudnak mit kezdeni a női politikusokkal, illetve a nőkkel. Nem is szokott egyébként nagyon hozzászólni más nő a közgyűlésben, hát ellenzéki egyedül vagyok, csak én egyedül magam nőként. Meglátjuk, hogy hogyan alakul. Én nem haragszom rá, elfogadom annak, hogy ő ilyen. Ha ő ilyen, lelke rajta, az biztos, hogy ennek a városnak egy olyan főpolgármesterre lenne szüksége, aki higgadtan és nyugodtan tudja kezelni az ilyen helyzeteket is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is.